a Közúti Infrastruktúrát Kezelő Országos Társaság és a Strabag Geiger Konzorcium aláírta az A3-as autópálya Maroskece és Aranyosgyéres közötti szakaszának a tervezési és kivitelezési szerződését. Az útszakaszon két hidat, hét felüljárót és egy csomópontot kell megépíteni. Bár a Közúti Infrastruktúrát Kezelő Országos Társaság 2015-ben a román Strákóra bízta az A3-as autópálya Aranyosgyéres és Maroskece közötti közel 16 kilométeres szakaszának megépítését, a cég a munkálatoknak alig 30%-át végezte el, majd pénzügyi gondjai miatt teljesen leállt az építkezéssel. A Stráko ellen csődeljárás indult, a Csénéáír pedig felbontotta a szerződést. Az újabb versenytárgyalás nyomán augusztusban a Strabag és a Geiger konzorciumot hirdették ki győztesnek, amely mintegy 420 millió leért vállalta, hogy 3 hónap alatt elvégzi a tervezést. Elekes Róbert, a Brassói Regionális Út és Hídügyi Igazgatóság szóvívője szerint jövő év végére el is készülhet a szakasz. Nagyon bonyolult és nagy munkálatokra nincs szükség. Az építőanyagoknak is nagy része már ott van az építőtelepen, úgy értem, hogy a hidaknak a darabjai, betongerendák és ehhez hasonló dolgok. Ugyan a mostani szerződés szerint 18 hónap telne az építkezés. Mi úgy gondoljuk, hogy jövő év telére reális lehetőség van arra, hogy már autók is járhassanak ezen az autópálya szakaszon. Ezen a szakaszon két hidat, hét felüljárót és egy csomópontot kell megépíteni. A munkálatokat, amelyekre az építő 10 éves garanciát vállalt, vissza nem térítendő Európai Uniós támogatásokból finanszírozzák.